Lukács evangéliuma, 19. rész. Zákeus Ezután Jézus Jerikóba ért, és áthaladt rajta. Élt ott egy Zákeus nevű gazdag ember, aki fővámszedő volt. Szerette volna látni, hogy ki az a Jézus, de kis termetű lévén nem láthatta a sokaságtól. Ezért előre futott, és felmászott egy vadfügefára, hogy lássa őt, mert arra kellett elmennie. Amikor Jézus odaért, felnézett, és így szólt hozzá. Zákeus, jöjj le hamar, mert ma a teházadban kell megszállnom. Ekkor sietve lejött és örömmel befogadta. Akik ezt látták, minnyáján zúgolódtak, és így szóltak, bűnös embernél szállt meg. Zákeus pedig odaállt az úr elé, és ezt mondta. Uram, íme vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valami törvénytelenül vettem el, a négyszeresét adom vissza annak. Jézus így felelt neki. Ma lett üdvössége ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia, mert az ember fia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. A minák. Amikor pedig ezeket hallották, mondott egy példázatot is, mert közel volt Jeruzsálemhez, és azt gondolták, hogy azonnal meg fog jelenni az Isten országa. Így szól tehát. Egy előkelő ember távoli országba utazott, hogy királyi méltóságot szerezzen magának, és úgy térjen vissza hívatta tíz szolgáját, átadott nekik tíz minát, és azt mondta nekik, kereskedjetek, amíg vissza nem jövök. Alatvalói azonban gyűlölték őt, ezért küldöttséget menesztettek utána, és azt üzenték, nem akarjuk, hogy ez uralkodjék felettünk. Amikor pedig megszerezte a királyi méltóságot és visszatért, magához hívatta azokat a szolgákat, akiknek a pénzt adta, hogy megtudja, ki hogyan kereskedett. Jött az első, és azt mondta, Uram, a minád tíz minát nyert az erre így szólt. Jól van jó szolgám, mivel hű voltál a kevésen, legyen hatalma tíz város fölött. Aztán jött a második, és jelentette, uram, a minád öt minát nyert. Ehhez pedig így szólt, uralkodj te is öt városon. Jött a harmadik is, aki így beszélt, uram, itt a minád. Egy kendőbe kötve őriztem, féltem ugyanis tőled, mivel könyörtelen ember vagy. Azt is behajtod, amit nem fektettél be, és learatod azt is, amit nem vetettél el. Ekkor az így szólt hozzá. A saját szavaid alapján ítéllek meg, gonosz szolga. Tudtad, hogy én könyörtelen ember vagyok, hogy behajtom azt is, amit nem fektettem be, és hogy learatom azt is, amit nem vetettem el? Miért nem tetted hát a pénzemet a pénzváltók asztalára, hogy amikor megjövök, kamatos túl kapjam meg? Az ott állóknak pedig ezt mondta, vegyétek el tőle a minát, és adjátok annak, akinek tíz minája van. Mire ezt mondták neki, uram, annak tíz minája van, de ő így válaszolt, mondom nektek, hogy akinek van, annak adatik, akinek pedig nincs, attól még az is elvétetik, amije van. Ellenségeimet pedig, akik nem akarták, hogy királyá legyek felettük, hozzátok ide, és vágjátok le itt előttem. Jézus bevonó Jeruzsálembe. Miután ezeket elmondta, tovább haladt Jeruzsálem felé. Amikor közeledett Bétfagihoz és Betániához, az olajfák hegyénél elküldött tanítványai közül kettőt, és ezt mondta nekik. Menjetek a szemben fekvő faluba, és amikor beértek, találtok egy megkötött szamácsikót, amelyen még nem ült ember. Oldjátok el, és vezessétek ide. Ha pedig valaki megkérdezi tőletek, miért oldjátok el, mondjátok ezt, az úrnak van szüksége rá. Amikor a küldöttek elmentek, mindent úgy találtak, ahogyan megmondta nekik. Miközben eloldották a szamácsikót, gazdái ezt kérdezték tőlük, miért oldjátok el a szamácsikót. Ők így feleltek, mert az úrnak van szüksége rá. Azután elvezették Jézushoz a szamácsikót, ráterítették felsőruhájukat és felültették rá Jézust. Amint ment tovább, az emberek az útra terítették felső ruhájukat, mikor pedig már közeledett az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve fennhangon dicsérni kezdte Istent mindazokért a csodákért, amelyeket láttak, és ezt kiáltották. Áldott a király, aki az úr nevében jön, amennyben békesség és dicsőség a magasságban. A sokaságból néhány farizeus ezt mondta neki, Mester, utasíts rendre a tanítványaidat. De ő így válaszolt, mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Jézus síratja Jeruzsálemet. Amikor közelebb ért és meglátta a várost, megsiratta, és így szólt: csak felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat. De most már el van rejtve a szemed elől, mert jönnek majd rád napok, amikor ellenségeid ostsonfalat emelnek körülötted, körülzárnak, és mindenfelől szorongatnak, földre tipornak téged és fiaidat, akik falaid között laknak, és kőkövön nem marad benned mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Jézus megtisztítja a templomot, azután bement a templomba, és kezdte kiűzni az árusokat, ezt mondva nekik, megvan írva, az én házam imádság háza lesz, ti pedig rablók barlangjává tettétek, ezután naponként tanított a templomban. A főpapok, az írás tudók és a népvezetői arra törekedtek, hogy elveszítsék őt, de még nem találták meg a módját, hogy mit tegyenek vele, mert az egész nép odaadó figyelemmel hallgatta őt.